valamikor egyszer régen valaki úgy döntött, hogy épít egy luxus lakást, tesz rá 4 kereket, hogy magával tudja vinni, és meghódítja a világot. És az az igazság, hogy ezt nagyon-nagyon jól tette. Nem tudom, hogy emlékeztek-e a tavaly évelei trippünkhöz, amikor lakóautóval körbementünk Európán, de akkor is kaptunk egy nagyon-nagyon fullos lakóautót, viszont most olyat kaptunk, ami... Hú, hát minden álmunkat felülmúlja. Bár nem tudom, hogy mennyire jön át, de hihetetlenül hatalmas ez a lakóautó. Komolyan, valahol olyan érzés ezt az egészet vezetni. Mint hogy egy hatalmas amerikai kamiont vezetnél, erre majd egy kicsit később kitérek. Kezdjük most bemutatni a lakóautót hátulról. Először is van itt egy hatalmas rakolóterünk, ahol be tudjuk rakni a csomagjainkat. És három embernek az összes csomagja benn van itt hátul, plusz benn van egy camping set, plusz benn van a lakóautónak az összes tartozéka, tehát gázpalack, stb. És még a teniszcuccomat is elhoztam, ami egyébként valószínűleg tök felesleges volt, és még így is annyi helyünk van, hogy igazából két ember még aludni is tudna itt. Na jó, mindegy. Alapból a lakóautózás olyan, nem tudom mennyire jön át nektek ez videó, hogy mennyire feelinges az egész, de amikor utazgatsz, elmész a családod, elmész egyedül egy hotelbe, vagy több hotelbe, vagy az egész életed olyan, akkor a lakóautózás ennél valamiért több, mert teljesen olyan, nem olyan, mint idegen helyre mennél, hanem olyan, mint hogyha körbe mennél az egész világon, vagy ahol szeretnél, tehát körbe mennél idegen helyeken, de mégis közben olyan, mint hogyha folyamatosan otthon lennél. Alapból a lakókocsit három részre tudnám felosztani. Az első és kedvenc részem az a lakóautó eleje, ahol vezetni szoktam. Ugyanis nem olyan ez a lakóautó, mint hogy egy autót vezetnél, hanem olyan messze van az üveg, a szélvédő a kormánytól, hogy igazából, mintha nem is előülnél a kocsi elejében, hanem mintha bennülnél a kocsi közepében, és mintha a kocsi közepéről, vagy a lakóautó közepéről próbálnád meg irányítani a lakóautót. Szóval elől, fú, nem is tudom, legalább egy másfél méternyi hely van a szélvédőig, ami a lakóautó eleje, és ez sok. Viszi a szél a Luffy. Tényleg? Ott van bárra. Jaj, Luffing. A Luffy, Luffy, ja, Luffy. Jó. Megyek, a Luffy. Van egy Luffing. Jaj, jaj. Van egy Luffing, amit azért vettünk, hogy csináljunk vele fotókat, mert jön a Valentin nap, és akartunk Zorával közös fotókat csinálni, illetve majd még van vele tervünk, egy másik videóban majd el fogjuk őket engedni. Most viszont vissza a lakóautóba. Az elején egy kicsit elszóltam, mert inkább 4 részre osztam a lakóautót. A következő rész, a második rész, az itt középen a zuhanyzó nappali étkező hűtő. Micsoda? Konyha. Igen, van egy konyhánk is. Szóval itt van egy rendes nagy konyhánk, és itt igazából tudunk főzni, amit nem mi szoktunk, hanem... Nem én. Másikat ne nyisd ki. Másikat ne nyisd ki, de elrejtettük a tudtakat. Jó, középen van az étkező, és ez ugye itt van a vezetőülés mögött. Ezután pedig van egy zuhanyzónk, ami egy rendes nagy zuhanyzó. Igen, szóval van egy zuhanyzónk, ahol WC-vel egybe van. Itt tudunk zuhanyozni, fogat mosni reggel, stb. De ez is tényleg akkora ebben a lakóautóban, hogy 2 méteresen elférek benne, és 2 méteresen tudok fürdeni. Ami elég ritka. Éppen hogy, de elférek. Ezután a lakóautó harmadik része, ahol aludni szoktunk Zorával, méghozzá ez itt van hátul. Ez hivatalosan egy kétszemélyes, úgymond francia ágy, de nem hogy hárman, hanem akár szerintem 4-en is elférnénk itt. Szóval, ha Zorával 2-en kint alszunk itt a szélén, akkor középen még marad egy csomó hely, ami hát vagy egy gyereknek, vagy még egy harmadik havernak tök jó lenne. Viszont, és itt jön a lakóautó negyedik része, a másik francia ágy, ha hívhatjuk francia ágynak, ami pedig nem talál neki az ember elsőre, hogy hol van, viszont fent van a műszerfal fölött, méghozzá ezt lehúzzuk. Szóval a műszerfal fölött letoljuk ezt az ágyat, ami félig francia ágy, és igazából itt van lehetőség aludni, még 2 főnek. Zora, hajam az így jó. Annak ellenére, hogy tényleg egy ilyen amerikai feelingű, már-már kamiont
vezetek, annak ellenére van egy nagyon-nagyon pozitív dolga is az egésznek, méghozzá az, hogy nem kell 70-nel, 80-nal vagy 90-nel mennem, mint a kamionoknak, vagy az ilyen nagyobb testű autóknak, hanem ezzel is mehetek 130-al autópályán, úgyhogy bárhova is megyünk, szinte ugyanannyi dolgot oda lehet érni, mint hogy autóval mennénk. Viszont van pár dolog itt a műszerfalnál, amiket még nem mutattam meg, és nagyon-nagyon praktikus dolgok. A kormány mellett balra találhatok nagyon-nagyon fontos gombok, a legfontosabb talán ez a felső lenne, amit most nem nyomok meg, de ezzel lehet kiüríteni a kizuhanyzott löttyöt és a egyéb löttyöt. Alatta ezzel a gombbal ki tudom nyitni oldalt a kis lelépőkét elektronikusan, ami segít abban, hogy lelépjünk. Ezek viszont egy nagyon jó gombok. Van a lakóautóban három darab kamera. Az egyik kamera a hátra néz, a másik lefele néz hátul, a harmadik pedig a kocsi alján nézi azt a részt, ahol kiüríted a... És ha ezt a gombot itt megnyomom, akkor itt elől a képernyőn itt megjelenik a mögöttünk lévő minden. Illetve hogyha átnyomom, így látjuk a lakóautónak, hogy mennyire jönnek a seggünkbe és mikor kell odébb menni, hogy elmenjenek. Plusz, ha még egyszer megnyomom, akkor pedig látható a kis kaki kieresztő cső. Elő van egy hatalmas tér, amit már mondtam, nem tudom, hogy kamerát mennyire jön át, hogyha Gábor nem mutatja. Szép messze van a szélvédő, ez adja ennek az egésznek ezt a hatalmas térérzetet az egész autóban. Mögöttünk pedig ott van Zora, aki tud dolgozni, miközben mi vezetünk, miközben mi utazunk kényelmesen, úgyhogy nagyon praktikus. De a legpraktikusabb részét most fogom megmutatni a lakóautónak, hallgassátok! Lépted a sebességhatárt. A mennyből jövő hang, ez az őrangyal. Nem is tudom, minél egy jaj, hú, mekkora szél volt. Nem is tudom, élne nélküle. Ugyanúgy, mint tavaly, most is a VPT karavántól kaptuk meg ezt a lakautót, amit nagyon-nagyon szépen köszönök nekik. Ezen kívül pedig van még egy nyereményjátékuk is, méghozzá az, hogy kisorsoltak a kommentelők közül 6 darab embert, 6 darab páros jegyet, akik elmehetnek az utazás kiállításra, ahol valószínűleg én is ott leszek. Úgyhogy, hogyha szeretnél indulni ezen a nyereményjátékon, akkor lent írj egy kommentet és írd oda az Instagram nevedet is. Ha nem írod oda az Instagram nevedet, akkor azt úgy veszem, hogy nem akarsz indulni, mert egyébként nem tudlak megtalálni titeket. A VPT karavánnak az elérhetőségeit lent megtaláljátok a leírásba. Hamarosan érkezik egy megszokott utazós vlog is az egész útról, úgyhogy egy-két napon belül az is fent lesz. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem ma is, ne felejtsetek el feliratkozni, ne felejtsetek el követni Instagramon, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!